Jó napot kívánok! Önök a Bonyhádi Naplót látják. Varga Szintia vagyok. Nézzük mai adásunk tartalmát röviden. Idén is kiosztották a Molnár Józsefné díjat. A Család és Gyermekjóléti Központ szakmai vezetője vehette át. Új bort gyűjtöttek. Régi hagyomány, új bor. Iskolák bemutatkozása. Pályaválasztási roadshow Bonyhádon. Edzés Bonyhádon. Világbajnokságra készül a Spártai Akadémia. A Szociális Munka Napja alkalmából szervezett ünnepség keretében adták át a Molnár Józsefné díjat. Idén Kovács Solymosi Anita vehette át. A Család és Gyermekjóléti Szolgálatnál 2007. december 1-én kezdte munkáját, itt elsősorban családgondozással, krízishelyzetek megoldásával foglalkozott, kezdetben Bonyhád városában, majd Múcsfa és Váralja településeken is. 2016. január 1-től a szolgálat és a központ különválása miatt a Család és Gyermekjóléti Központ vezetője lett. Kovács Solymosi Anita, a Család és Gyermekjóléti Központ szakmai vezetője vehette át Filóné Ferenc Ibolya polgármestertől a képviselőtestület által alapított Molnár Józsefné díjat a Szociális Munkanapja alkalmából zajlott ünnepségem. Családsegítőként kezdtem 16 évvel ezelőtt a pályafutásomat, azt követően esetmenedzseri tevékenységeket végeztem, és ezzel párhuzamosan pedig szakmai vezető is vagyok. Ez egy hatalmas megtiszteltetés nekem, és nagyon-nagyon örülök és nagyon hálás vagyok azért, hogy az eltelt 16 éven munkáját így jutalmazzák ezzel a díjjal. Bármint mondja, a kezdet nem volt mindig egyszerű, és megjárta a ranglétra fokozatait is a pályája során. Igazából a létre legaljáról kezdtem, 16 évvel ezelőtt, amikor idejöttem dolgozni. Először Bonyhádon végeztem családsegítői tevékenységet 16 évvel ezelőtt, amikor idejöttem dolgozni. Ezt követően pedig két kis településen dolgoztam, Váralján és Múcsfán is. Az előző szakmai vezető nyugdíjba vonulását követően kineveztek szakmai egység vezetővé, majd amikor a 2016-os törvényi változásokat követően meg kellett alakítani a Család és Gyermekjóléti Központokat, akkor már a Gyermekjóléti Központ vezetőjévé választottak. Az esetmenedzseri és a területi munka mellett szervezési, irányítási, ellenőrzési feladataim is vannak, illetve a szolgálatunknak van egy egyesülete, aminek az elnök helyettesi pozícióját én töltöm be, és ez azzal jár, hogy pályázatokat figyelek, pályázatokat adunk be, azért, hogy a szakmai programjainkat meg tudjuk valósítani. Kovács Solymosi Anita a Bonyhádi Családi és Gyermekjóléti Központ dolgozói által alapított Életút Kistérségi Közhasznú Egyesület elnök helyettese is. Mint mondja, ez azért jött létre, hogy a gondozott családjainkat gyerekekkel együtt segíteni és támogatni tudjuk. Nagyon sok szakmai programot tartunk, játszóházakat, prevenciós programokat szervezünk, elvisszük a gyerekeket olyan helyre, ahova a családjukkal sajnos nem tudnak eljutni, és mi ebben próbálunk egy picit segíteni a családoknak, és a gyerekek látókörét szélesíteni, és hogy tapasztalatokat gyűjtsenek. A munkámban ezt szeretem a legjobban, amikor gyerekekkel vagyunk körbevéve, és a gyerekeknek tudunk szervezni programokat, és látjuk, hogy jól érzik magukat, és szívesen járnak vissza hozzánk. Kihangsúlyozta, munkájában a gyerekek öröme a legnagyobb motiváló ereje, ami mindig átsegíti a nehezebb periódusokban. Mártonnapi borgyűjtést tartottak Bonyhádon a Kránclány Néptánc Egyesület szervezésében. A magyar nyelvterületen sokfelé elterjedt Szent Márton személyének és a bornak az összekapcsolása. Ekkor kóstolták meg, ehhez kapcsolódik a mondás. A bornak Szent Márton a bírája. Novemberben kezdték meg az új hordókat a gazdák, ekkor került az asztalra épp a libasült mellé az úgynevezett libásbor, vagy sok helyen Mártonbor, aminek még gyógyító hatása is volt a hagyomány szerint. A mártonnapi és a hozzá kapcsolódó újbor hagyományát ápolták a vármegye több településén,
így többek között Bonyhádon is. Mint a szakértőtől megtudtuk, az újbor hagyománya a régmúlt időkre vezethető vissza. A mártonnapi borkultúra ez nagyon régi időre eredeztethető vissza, hiszen Márton püspök annak idején gyakorlatilag úgy vált püspökké is, hogy őt, ahogy meg akarták választani, gyakorlatilag elbújt a libák holjába, és a gágogás árulta el. Viszont ami ide köthető nép történetileg is, hogy a szamarát kikötötte egy szőlő, elhanyagolt szőlőhöz, és hát ezt a szőlőt előtte nem művelték nagyon, hanem ez csak úgy vadon ott el volt, és a szamár állítólag ugye szépen lelágta ezeket a leszőket, és rájöttek az emberek, hogy később ez a szőlő növény sokkal erősebben kezd teremni, és sokkal jobb minőséget tudnak róla születelni. Hát a meccést ide eredeztetik vissza, ez a néphagyomány, és ez az elmúlt évszázadoknak a története erről. Viszont itt, ahogy már elhangzott, gyakorlatilag az újbor ilyenkorban olyan állapotban, amikor már tényleg tudjuk kóstolni, és igaz, hogy a vörösboroknak most kicsit visszaszorult a fogyasztása, de a vörösborok is már ebbe az időben, novemberben már vannak olyan állapotban, az első fejtett vörösborok, hogy már érdembe lehet kóstolni, illetve is a gazdák ilyenkor összejönnek, és egymásnak őszintén elmondják a véleményeiket a borról, őszintén megbeszélik azokat a dolgokat, hogy mi az, amit kellene tenni a pincébe, mi az, amivel még előre tudják vinni a boroknak a minőségét. Úgyhogy a fehér borok, rozé borok mellett a vörös borokat is ilyenkor már lehet fogyasztani, lehet kóstolni. Ezért is tartja a néphagyomány, hogy aki Márton napján új bort nem iszik, egész évben szomjazik. Ilyenkor van az az időszak, amikor gyakorlatilag a szőlőben a munkák lezárulnak, és kezdődnek a pincében az aktívabb tevékenység. Ugye ilyenkor már gyakorlatilag a szőlő megpihen, a levelek lombozat lehullott, és gyakorlatilag elkészülnek az új borok. Az első fejtése megtörténik, és most már eljutnak egy olyan állapotba, egy olyan tisztaságra, hogy meg lehessen azokat a borokat kóstolni, és gyakorlatilag ilyenkor ülünk össze, és megkóstoljuk egymásnak az idei évi termését. Az idei évi szőlőtermesztési szezonról Vargyas Gergő elmondta. Küzdelmes év volt a szőlészek számára, főleg a tavasz időszaka nagyon sok csapadék miatt nagyon nagy kívások elé állította a szőlőtermelőket. A peronospora és a lisztharmat nagyon komoly ellenfelünk volt idén, főleg így a kritikus virágzás időszakban, de aki ügyesen tudott odafigyelni a szőlőire, és megfelelő permetszereket tudott szerezni, sok permetezés ugyan, de meg tudta védeni a szőlét, és akinek sikerült megvédeni, annak nagyon jó minőségű termése lett az év végére. Úgyhogy a évjárat ügyében szerintem egy nagyon kecsegtető évjárat lesz az idei. Köllerné Kokk Ilona, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke megjegyezte, hogy a program az előző évben elásott palackbor elővételével kezdődött. A mi környékünkön nagyon sok evangélikus település van, és még ide a Völcsékhez tartozik Mórágy is, és ezek a települések döntő többségben Márton naphoz közelebb eső hétvégén ünnepelték a búcsút. Ez egy nagyon régi szokás, amit az őseink magukkal hoztak Németországból, és amikor a templomot felépítették, akkor egy búcsút tartottak, viszont az 1800-as évek közepén egy császári királyi rendelettel megtiltották azt, hogy dologidőben búcsút tartsanak, tehát egy nagy rendezvény, és ezért az evangélikusok és a reformátusok áttették őszre, tehát novemberre ezt a búcsút. Amikor már a munkának vége volt, a betakarítás megtörtént, és egy nagy ünnep volt, egy 2-3 hetes ünnep, először volt egy kis búcsú, valamint volt a nagy búcsú, amire nagyon készült az egész család, az egész falu nagyon készült, kitakarítottak a házakat, és sütöttek, főztek, és ilyenkor összejött az egész rokonság, még a messzi településekről is eljöttek látogatóba, és egy 3 napos búcsú volt a fő búcsú, amikor a fiú
fiúk kiválasztottak egy lányt maguknak, aki a búcsos lány volt, a búcsos lány pedig elkészített egy kalapot, feldíszített egy kalapot a fiúknak, és a fiúk pedig elmentek zeneszóval a lányos házhoz, és elhozták a kalapokat, utána elmentek a település, általában a település kocsmájához, vagy a boltjához, volt egy nagy hely, a búcsúfát kitáncolták, azon volt egy válkendő, a válkendőt a fiúk szerezték be néhány héttel korábban, ez egy kázsmérkendő volt, és az volt az érdekes, hogy amikor a búcsú bál volt, akkor kisorsolták ezt a kendőt. Nekünk van is egy ilyen táncunk, a búcsús tánc, tehát ezt végülis a katolikusoknál is ünnepelték, csak nem ilyen nagyban, mint nálunk itt a reformátusok és az evangélikusok. Ezt évek óta megünnepeljük Bonyhádon. 1991-ben a Hekvánc Néptánc Egyesület elevenítette fel ezt az evangélikus búcsút. Ők már nem táncolnak, ezek a táncosok, és most már több éve a Krenclány Néptánc Egyesület folytatja ezt a szép szokást. Ezt a hagyományt viszik tovább Bonyhádon és Hidason is. Kellemes és eseménydús napon szülőket, diákokat és iskolákat hoztak össze Bonyhádon, hogy megkönnyítsék az amúgy is nehéz pályaválasztást a gyerekeknek. A kellemes és eseménydús napon szülőket, diákokat és iskolákat hoztak össze, hogy megkönnyítsék az amúgy is nehéz pályaválasztást. A Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum és iskolái minden évben hagyományosan így október tájt elkezdik a pályaválasztáshoz, pályaorientációhoz kapcsolódó rendezvényeiket. Az idén egy egészen új ötlettel látunk elő, nem titkoltan több célt is megfogalmaztunk magunkkal szemben. Egyrészt azt, hogy vigyük közelebb a szakmáinkat a pályaválasztás előtt álló diákokhoz és szüleihez, mutassuk be azokat, és nem is akármilyen módon. Egy időben, egy helyen az összes iskolánk életszerűen, megkóstolhatóan, kipróbálhatóan, interaktív módon. Másrészt azt a célt fogalmaztuk még meg magunkkal szemben, hogy segítsük a pályaválasztás előtt álló tanulókat, illetve a szüleiket. Ha kérdésük van, akkor arra tudjunk választ adni, illetve hát kínáljuk fel a képzési palettáinkat, mutassuk meg, milyen lehetőséget tud kínálni egy-egy iskolánk a nyolcadikosoknak. 8 iskolánk 6 településre vonult ki, és mutatta be a képzési palettáját. 4 helyen már lezajlottak ezek a rendezvények, és nagyon örömmel tudok beszámolni róla, hogy nagyon népszerűek voltak, rendkívül sok diák és szülő tette fel a kérdéseiket, és remélem kapott rájuk helyes válaszokat. A héten Pakson, illetve Dunaföldváron voltunk, most Bonyhádon, illetve a holnapi nap Szekszárdon folytatjuk a rendezvényeket, és várunk mindenkit nagy szeretettel a városok főterén. Ha tájékozódni szeretnének a képzéseinkkel kapcsolatban, illetve egyáltalán a rendezvényeinkkel kapcsolatban, akkor a tmsc.hu honlapot ajánlom figyelmét a kedves nézőknek. Tartalmas volt a választék. A szekszárdi vendéglátóiskolából több finomságot is hoztak, amit a diákok készítettek. A szekszárdi vendéglátóiskolából jöttünk, ahol kimondottan turizmuságazati képzés folyik, szakácsképzés, pincérképzés, cukrászképzés, illetve szakács-szaktechnikus, vendégtéri szaktechnikus és cukrász-szaktechnikus képzés folyik érettségi után. Most itt jelen felállásban szeretnénk bemutatni a képzéseinket, illetve irányt mutatni a leendő nyolcadikos, vagy a mostani nyolcadikosoknak, hogy ezt az iskolát válasszák, és hogyha érdekli őket a turizmus, akkor november 30-án lesz egy nyílt napunk, és oda is szeretettel várjuk őket. A dombovári rendészeti szakosok egy különleges robottal csalogatták a diákokat, ami különböző edzési folyamatokat mutatott be. Én rendészeti szakra járok, közszolgálati technikus, és van itt ugye vasutas is, pedagógus. Leginkább rendészetre szoktak jönni, leginkább a nyolcadikosok, akik így megtetszik nekik igazán, de igazából mindenhonnan jönnek rengetegen. Az általános iskolások nagyon érdeklődőek voltak, és a szülőknek is nagyon tetszett, hogy ennyi iskola megmutatta magát.
Sok iskola van, és mindegyiknek láthatjuk úgymond a színeit, és megismerkedhetünk különböző szakmákkal, és akinek ugye még nincs elképzelése, az is simán szerezhet tapasztalatot, vagy egy kisebb információt, hogy ugye mit tud tanulni, és akkor így könnyebb lesz ugye a döntés. És szerintem ez egy nagy előny. Engem az informatika kifejezetten érdekel, és úgy a terén is szeretnék ugye elhelyezkedni, és ugye az iskolákat itt kérdezem, hogy van ugye informatika szak, és hogy azon belül még mit lehet ugye tanulni. A roadshow lényege, hogy közelebb hozza az iskolákat a szülőkhöz, diákokhoz, így megkönnyíti a pályaválasztást. Az új kezdeményezés sikeres volt, így a jövőben is több helyen kerül megrendezésre. Kiállítás nyílt Tanai Guzorán Anna alkotásaiból Szekszárdon. Tanulmányait Pécset, Szombathelyen és Kaposváron végezte. Alkotó tevékenységét az iparművészet, ezen belül a textil műfaja jellemzi, de szívesen kalandozik a képző és iparművészet más kifejezési lehetőségei között is, így például a zománc és festészet is megjelenik. Közreműködött a Bonyhádi Székelykör, a Hidas Néptánc és Hagyományőrző Egyesület táncosai. Tanai Guzorán Anna alkotásaiból nyílt kiállítás Örökség címmel. A névválasztás, mint mondja, tudatos választás volt. Általam megismert népművészeti motivumokat össze tudom kovácsolni a Magyarország, kis Magyarország és Nagy Magyarország tájairól. Ez mindig is foglalkoztatott, és ezért tulajdonképpen ezt a munkát választottuk címadó munkának, és az egész kiállítást e köré fűztem föl. De örökségnek tekintem mindazt a hagyományt, nem csak a néphagyományt, hanem mindazt a hagyományt, azt a szellemi kultúrát, amit megörököltem. A tárlat megnyitóján köszöntött mondott Berlinger Attila, a Babits Mihály Kulturális Központ ügyvezető igazgatója, és Rül Gizella, a Művész Tanárok Tolnában című rendezvénysorozat ötletgazdája, a rendezvény társszervezője. A tárlatot baráti, kedves szavakkal nyitotta meg a bonyhádi polgármester, Filóné Ferenc Ibolya. Talán így is kapcsolódik a gondolatmenet a mai kiáltáshoz, pedig és a képzőművészeti kör kapcsolata, hogy ma már Tanai Guzorán Anna az, aki ezt a képzőművészeti kört vezeti Bonyhádon, ahova ő hazatért Győrből, hiszen Bonyhádi volt, nem árulok el nagy titkot, ha azt mondom, hogy nem csak polgármesterként jöttem erre a kiáltásra megnyitni, hanem mint volt egykor iskolatárs is, hiszen mi osztálytársak voltunk, úgyhogy én nagyon örülök annak, hogy Anna újra Bonyhádi lett, hogy a bonyhádi gyerekeket tanítja. Tanai Guzorán Anna, a Bonyhádi Képzőművészeti Körvezetője, a Művész Tanárok Tolnában című rendezvénysorozat részeként állította ki műveit, melyek megtekinthetőek december 4-ig a Babits Mihály Kulturális Központban. Bonyhádon a Spártai Akadémia Egyesület több helyezést is elnyert a Budapesten megrendezésre kerülő 5. pentatlon országos bajnokságon. Stábunk a sportolók edzésére látogatott el. A sokoldalú edzésformák közül a kettlebell a legnépszerűbb. Ebben a kategóriában jeleskedtek a sportolók. Korosztálytól független és családias hangulatban telnek az edzések, mondta Kis Csaba edző. A Bonyhádi Spártai Akadémia Egyesületnek az elnöke vagyok, és ez a Bonyhádi Spárta Akadémia Egyesületen belül a kettlebell, amivel mi túlnyomó részt azt mondom, hogy ebben foglalkozunk. Foglalkozunk mással is, mint a háttérben látszik. Most éppen a benti hátsó teremben folyik a golyos kettlebelles edzés. Készülünk a jövő héten megrendezésre kerülő IKMF világbajnokságra. Nyáron már voltunk, egyen az a VKSF, egy másik szervezetnek a világbajnoksága. Bent vannak a kis versenyzőink, akik világbajnoki címet is szereztek. A nullától, ahogy mondom, hogy a 99 éves korig van 75 éves versenyzőnk is, Feri bácsi, és sőt még van a szenior női csapat, őt szeretném őket kiemelni, ők is itt vannak. Ott is van egy 74 éves hölgy, aki itt a sport, hát én azt mondom, hogy minden mozgásformája meg, itt nálunk megtalálják. Kettlebell sportágba értük el, márciustól, igazából január óta megy a felkészülés, márciusban volt az első verseny, az volt egy országos bajnokság. Áprilisban volt egy világbajnoksági kvalifikációs verseny, az is magyar bajnokság, utána nyár közepén volt egy világbajnokság, és most a következő világbajnokság a másik szervezetnél.
A fiatal sportolók elmesélték, hogy miért szeretnek ebbe a közösségbe járni, és milyen eredményeket tudnak felmutatni. Tudok benne erősödni, és hogy jól tudom magamat benne érezni. Budapesten voltunk, országos bajnokságon, második lettem. Első helyezések is születtek, így a budapesti világbajnokság a következő lépcső. Júniusban voltam a világbajnokságon, és ott első helyezést értem el. Hát igazából azért szeretem, mert tele van kihívásokkal, és hogy mindig mindig egyel többet szeretnék csinálni, meg nehezebb súllyal. Fél órán keresztül kellett minél többször kinyomni a golyót, és a vége már fárasztóbb volt, de hát élveztem. Négy ellenfelem volt, és ők is ügyesek voltak. És most készülök a következőre, az egy hét múlva lesz, igen, jövő hét vasárnap, és az is egy világbajnokság. Nyáron a VKSF kettlőbel bajnokságán vettünk részt, világbajnokságán. Nagyon jól éreztem magam, mindenki nagyon ügyes volt, és tényleg egy nagyon jó verseny volt, nagyon jó csapattal. Most pedig jövő hét végén egy másik szervezetnek a világbajnokságára megyünk Ceglédre. Itt egy kicsit nagyobb lesz a tét, nehezebb a mezőny, de nagyon remélem, hogy mindenki meg fogja tenni, amit tud, és jól fog mindenkinek sikerülni. Úgyhogy mindenkinek szurkolok, és hajrá! A nagyon szép eredményeket a kitartásnak és edzőiknek köszönhetik a fiatal sportolók. Kívánunk nekik további sok sikert! Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!